tekintetű univerzálisnak, részint tekintetű mondainak, részint tekintetű történetinek. Ugye a zsidók Mózes évi alapnak tekintik, történelmi személyiségnek tekintik, de azt ők is valószínűleg belátják, hogy a történetének, a szám életének számos eleme a művezetet mondani, azt már lehetséges, hogy kiutatnánk, hogyha valaki azt mondaná nekik, mint azt én mondom most, hogy mítoszi alap, aki is lehetne mondani, hogy a történelmi személyt fölvázták mitikus elemekkel, ami egyébként jellemző gondolkodás az embereknek. Egy magyar példát mondanék, amit Nietzsche Eliade, remélem ez a név ismerős, Nietzsche Eliade mondott a magyar közös történelem című könyvében üdíti, hogy milyen különös, hogy a magyarok, akiket egy Ferenc Józsefű fiatal császár végül is egy levett a forradalmát és forradalmakat és véres megtorlást alkalmazott, ez a Ferenc József 50 évvel vagy 60 évvel később Ferenc Józsefre vált, és a magyarok az ő nevével az ajtóban haltak meg az első világháborúban. Ezt a folyamatot ő mitizálásnak tekinti, és azt mondja, hogy minden viszonylag hosszan uralkodó személyre igaz, hogy egy idő után beköltözik a mitikus uralkodó a mesebeli király alapjába. És a Kárpáti János is. A Kárpáti János, aki levette a forradalmat, véres eszközökkel, és gyakorlatilag uralkodásának az első 5-6 évében halálos ellensége volt a legtöbb magyar, leszámítva azt a 100-valahány ezer embert, aki elmondt mindenképpen egy május elsőjén, ugye, és ez a legtöbb magyar botránkozásnak számított. A uralkodásának a végére mindenki megszerette, megkedvelte, kultikus figurává vált, a magyar Málint népesség alakká egy köztörvényes bűnözők, azt is lehetne voltam mondani, de ez valószínűleg egy élő tapasztalat, mert a történelem Egyiptomtól kezdve, nagyon sok fáradt, az egyiptomi fáradtoktól kezdve akár elmondhatjuk, hogy ez egy visszatérő jelenség. Az is lehet mondani, hogy akár egy univerzális folyamat, amely néptől, nemzettől, hagyománytól függetlenül mindenki kialakulhat, és hát így is lehet a másképp mondani, hogy ez egy tradíció a része.
Istenem, Amun, aki hát ez az Isten volt, akivel Mózesnek lehetett kapcsolatot azt megelőzően, hogy te elhagyta Egyiptomot, az jelentés a szó szerint azt jelenti, hogy az, aki porfelhőben tűnik el, vagy porfelhőben jelenik meg. Hát Magyarországon is megtapasztalható újabbat, ilyen kis formából, formájában, hogy megjelenik az Isten a pusztán. Kapalom ilyen furcsa kis porfelhő, ugye, ahogy melegszik az idő, egyre jobban közeledünk ahhoz az időjárási helyzethez, amely Amerikában nyaralta, hogy belül Amerikában is tornáló formájában föl lehet készülni erre. Fölkapott kezdet. Na itt egy kicsit most el tudunk mozdulni az eddigi témákról. Van egy Egyiptom Isten, aki úgy hívnak, hogy Sú, aki ezeket tartsa. Sú úgy szokták átlázolni, hogy két oldalról két másik Isten tartja a szép kezét, hogy könnyebb legyen tartani ezeket. Ez az Isten a görögöknél Orionnak felel meg, egy üzeti fogja a többére ismerti generációs szinte. Ez most már fel Orion, hiszen az Orion, ez többletesen itt található, most fejjel lefele fogom fölrajzolni, mert hát fejjel lefele áll minden nézve. És hát ez az Orion, aki azért izgalmas a mi számunkra, a postelek, a tűzoknak a számára, hogy a karácsonyi évfordulónak a legfeltűnő csillagképe, és úgy gondolom, hogy innen látjuk. Az Orion a nagy vadász, mert még egy villany is van, ezek halvány csillagok, ezek nem jól látszanak, de ami gyönyörűen lehet látni, ezek a csillagok, az Orion növelmet is, mivel Magyarországon már éppen azért, hogy a karácsony táján látható, és hogy már legkezdődik külön idejönnöm, itt lejjebb láthatok az égbolt legfényesebb csillag, a Sirius, a betlehemi csillag, ehhez járnak a három királyok előtt. Csak erről részletesen, de most csak, hogy tudatóval legyen. Most a dolgokat az az érdekes, hogy fölbukkan nagyon univerzális ellen a zsidó, most már mit mondom, mitológiában, ahol a csillagoségi bármi központi témánál. Ha abba gondolunk bele, hogy a másik idő, amivel eddig nem beszéltünk, azt a sziklából és a ketté választja a vizet, olyan motivumok, amelyen a magyar mesevilágban is, és mondavilágban is megtalálhatók, hogy hirtelen megint rátérünk egy olyan területre, ami egyetemesen mondható. Ugye a magyarok legközelebbről a vizet fakaszt a sziklából történik, Szent Lászlóhoz kötik, van egy ilyen elbeszélési gondolat, hogy a Szent László az a alap a magyar történelemben, aki ez a legtöbb mindenben pogánykori ősi eredeti gondolat ellen kapcsolódik, valószínűleg azért, mert a hitességére a katonai erényeivel legközelebb állt ahhoz a képhez, amit ősnek lehet nevezni. De Szent István nem ilyen figura, hogy lehet minden csatornán kérdette, ezt nem lehet elmondani Szent Lászlóról, de Szent István minden csatornán király, annyira magas helyre, pozícióba került a magyar nép emlékezetében, hogy ő de nem hős, tehát ez egy fontos megkülönböztetés a mitológiában, mert más a hős és más a király. Ugye a hős a király fiú, aki harcol a királyért, aztán is a mesterséges királyságáért, de ketten úgy jelennek meg, mint egy apa és fiú figura, hiszen László, hogy semmi királyhoz fűződnek ezek a történetek, hanem herceg. Hadvezetőhöz, hogy a király mindig leosztja ezt a szerepet, hogy Szent Istvánról történelmi alakít egy konkrét analógiát mondja, hogy az ő életében Szent Imrel volt a hadvezér, a magyar sereg főparancsnoka. Szent István csak úgy király irányította. Tehát ez egy fontos dolog, azért értsük, hogy miért nem tapad az egyik alakhoz, és miért tapad a másik alakhoz, egyébként most mondta jelen. Tehát Szent Lászlóról tudjuk azt, hogy vizet fakasztak a sziklából, mint Mózes. Mondták, tanították a keresztény papok. Ez csak egy dolog hibázik, hogy van egy fogánistenség, Mithrasz, a perzsákkal, ő hozzá ugyanez a történet kapcsolódik. És Mithrasz történetileg nem nevezhető ügyei származéknak és másoknak, és a perzsa kultúra az egyiptomi az első függetlenül alakult ki, időben nagyon fiatalabb, tehát itt hivatkozhatnának arra zsidók, hogy mégis a kapadni másodlagosság, de csak ilyen mondai elemeket találunk. Prokoromságot, és a mondani jelenek az a jellemző, hogy egymástól függetlenül is ugyanazt mondják.
régi perzsáknál, Tistria, nehéz kimondani, mert az elején nincs is magában az ünnepe, Tistria, aminek az a szerepe, hogy ő hozza az esőt. És az esőt úgy hozza, egy megfelelő éjszaka, amikor megjelenik az égbolton az Orion, úgy hozza, hogy nyilával belül az Orionba, és ettől beindulnak az esők. Magyarán, hogy a csillagászat időpontot választottak, amikor megjelent az égen az Orion, akkor tudták a perzsák, hogy hamarosan szárazság véget ér. Megint valami praktikus dolog van előtte. Az pedig teljesen univerzális kép, ez a bizonyos nyíl, amit belelőjünk az Orionba, tudni, a Nimbusnek a hegye, amit ott látunk a csillagok között, ez maga a Szíriusz, az égbolt legfényesebb csillag. Ismerik a kínaiak, ismerik a kalevalai finnek, ismerik ugye most már megmentette a példáját, ugye a perzsák, és ismerik az egyiptomiak is, ugye az egyiptomi, ugye a dendarai csillagképen, az óriákus ábrázolással, a dendarai templomban látható, ott látható Ízis, ami megfeszített íjjal áll Orion, akkor az Ozirisz istenség volt az Orionnak a földi, a régi megtestesítője, mögött is belepróbálja lőni. A görögök is ismerik ezt a képet, mert a görögök ugye Orion ez a léna a drága csillagképről, Orionba ugye Artemis istennél lövi be a világ azért, mert Orion nem viselkedik, ahogy azt mondjuk ő megsértette a jelvállal, volna így lőni meg. Tehát van egy visszatérő kép, amely egyszer másszor ugye egy embernek a felészállását idézi föl, másszor pedig, hogy arról szól, hogy egy sziklába belelövi, a pillanatosan megindítsa a vizet. Milyen vizet? Hát ott a folyó, a tejút. A tejút az a folyó, ami megindul, amiből lejön az eső. A tejút népből, ugye a magyar népnél is. A tejút úgy jelenik meg, mint a legnagyobb földi folyamat, az égi mása. Ha mondok egy példát, Duna Isten keresztjére van egy ilyen nagyon híres magyar mese, amivel a hős magát úgy hívják, hogy Duna, és vele az történik, ami Mózessel, hogy gyerekkorában a nagyapja, aki ugye jóslatot kap afelől, hogy a lánya által szült fiú fogja elvenni az ő királyságát, a lány befalszhatja, aztán a lány mégis meg tudja látogatni egy szőlőzet, így az a perverség, és mégis lesz egy gyerek, akkor megszületik a gyerek, akkor a nagypapa a lányát és a gyereket egy gondolba szekezteti, és leküldi a folyón, és ezen a folyón jut le, és valahol megtalálják, és egy partra is nő fel a gyerek. Ez hát egy magyar mesemotívum, ami a görög mítosz világban is ismert. Ebben a történetben úgy hívják magát, hogy Danaé, és a fiúcskát úgy hívják, hogy Berzelius. A simula kettőt nem tudjuk fordítani direkt a magyarra, mert a görögben a Berzelius azt jelenti, hogy berzselő, és a napra vonatkozik, tehát a napistenre vonatkozik. És a Danaé nevében az egy ősi, mondjuk úgy, hogy mindeurópai folyó névben, a Domtól a Dunáig, a Dinán keresztül a Gyesztelen, a Nyepen át, három olyan közép-európai és kelet-európai folyó van, amelyben a nevében megtaláljuk ezt a nevet. És az nem más, mint a tejútistennő női alakban, aminek a folyó megfelelője maga a tejút, és amelyik a mitoszokban és a legendákban a napnak a szülőanyja. Soha kell mennem emiatt. Ugye úgy kell elképzelnünk ezt a képet, hogy ez maga a tejútisten alakja, és ez, amit itt látunk a hasonlít a tejúton, ugye sajnos a kacskát is észrevenni, de hát el lehetett a világon vannak olyan ugyanúgy a sötét pontjai, ahol normálisan lehet látni a csillagoseket. Ha valaki tartózkodik a látásokból. És itt tartottunk a nyári napfotóból, tehát úgy is mondhatnánk, hogy a nagyon fejlett a fejlődött a fejlődött a fejlődött. Ez azért izgalmas, ugye, mert mindház is itt születik, amiről tudjuk beszélni. Jézus Krisztus születésnapját december 25-ére, mert a rómaiak szerint ugye a napistennek a születésnapja olyan népszerű volt Rómában, hogy a keresztények nem számítottak semmit.
sikerrel akkor, hogyha ezt valamilyen módon nem integrálják a keresztény mondjuk szimbólum rendszerben, de hát ez mondjuk még Kepler idején is egy nagyon eleven hit. Tehát amikor Kepler értesül arról, hogy Kopernikus rájön arra, hogy akkori felfogászott a világegyetet középpontja alatt, akkor gondolva összesakja a kezét, és azt mondja, hogy mi csodálatos, mert nincs is egy Isten számára ideálisan, mint a nap. Tehát akkor már ez a két fogalom ketté válik, hogy a magyar népképben azért mindig jelen van, mert Csíksomóra úgy mennek az emberek, hogy megpillantsák a napban a szent lelket, vagyis hát Istennek az egyik megjelenési formáján. Tehát ez bonyolultnak tűnik, de hogyha valaki a régi paraszt eszével gondolkodik, akinek ez magától értetődő volt, nem ismerte persze a bibliai, vagy nem vette vissza a bibliai hálózatokat, nem ismerte a filmból, a perdőségét, megfelelőségeket, a saját meséjében benne volt minden tudni való. Nem ismerte a görög mítoszt, ugye, mert természetes, hogy a keresztfia nem más, mint Perzeusz, az a görög hős, akinek a csillagképe ott látható a tavaszi napi egyenlőség fölötti ponton, az égbolton, a kos csillagkép fölött, és az egész mítosz, ami egy magyar mese formájában is ismerjük, a hős legyőzi a sárkányt és megszabadítja a világát, ott az égbolton, Perzeusz legyőzi a Cetus, a Cet csillagképet, megszabadítja Androméd a világát, és még a táros fajokban is ott van a megadott csillagkép formájában. Tehát a úgynevezett igazán fontos mítoszok és fontos esély több vannak az égboltban. Ez ennek a gondolatmenetnek a következtetés. Itt van a másik mózesi történet, hogy teljes mértékig a zsidó bibliához szoktunk kötni, az, hogy ketté választja a Vöröstengert. Nos, a mindenféle tudományos magyarázatot próbálom mondani, hogy hát ez szóval nem a Vöröstenger, hanem egy elárasztott terület volt, régen a Sós-tenger, ez a félreértés a fordítás, amely nagyon sekély volt, és hogyha a nagy szél fújt, akkor hogy az elmosta a vizet, és akkor szárazlába lehet haladni. Tehát próbálnak ilyen erőltetett természettudományos magyarázatokat fűzni ezekhez az eseményekhez. Tehát a magyar mese ezzel nem foglalkozik ennyit, hanem kap az adományozójától a hős egy keszkerő, vagy egy övet, vagy egy botot, amikor odaér a meserendő, egy operenciás tenger partjára, és átindulni kell, mire a percet megüti vele a szkeptiválat, és átmegy. Hát legalább egy 20 magyar mesében ott van ez, az a motívum, és persze azt kell mondanunk, ugye, hogy a forrásaink szerint a bibliai leírásokra ingerni, de ugyanakkor azt is kell mondanunk, hogy a magyar mese, amikor keletkezik, olyan emberek számára keletkezik, akik ezt a bibliai passzust nem ismerik. Tehát nem a Bibliából merítik, hanem saját kis forrásaiból. És hát ez megint összefügg azzal, hogy Orion az a csillagkép, amelyik átkel a tengeren. A görög mitológiában arról nevezetes ez az Orion nevű óriás, valójában a csillagkép, hogy száraz lábon tud átkelni a vizeken, vagy hát nem olyan nagy, olyan magas, hogy nem ment el a tengerben. Milyen meg a magyarázata? Csillagképnek az öve, ugye legfelvedett az áramcsillag. És van egy olyan csillagászati fogalom, ami úgy hívunk, hogy égi egyenlítő, és az a földi egyenlítőnek egy kivetített képe. Ez úgy viszonylik az állapő, amit lehetünk a napköznek egy vonat, de akkor majd van a szívokat szorosulni. Ez képes egy kissé, ettől eltérő a földi egyenlítőnek a középpontja is, meg a kedvelete is. Ez abból fakad, ugye, hogy a Földnek a tengely 23-5 fokkal megdől, ha különleges lenne a tengely, akkor a két rendszer, a két dolog egy, a két pár egybe esni, és akkor török tavasz lenne Magyarországon, azért nem lenne jó, mert március 15-én, 21-én még nincs olyan benne. De többek között azért sem lenne jó, mert akkor nem lennének történetei, nem lennének ünnepeink, nem lennének mikroszajok, semmi nem lenne, mert a Jóisten adott nekünk ezzel a hibával, adott ez érdekes történetet találjuk ki. Ahol a két szálló veszi egymást, ott van a tavasz és a őszi napi egyenlőség, ahol a legrosszabb kerülnek egymástól, ott van a tév és a nyár napok. Itt van a tév napok, itt van a nyár napok, 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 van a nyár nap
egyszerű módon 26 ezer évig illene egy teljes kört, ez azt jelenti, hogy a egyenlítő, tehát magyar egyenlítői kör és az állatjogi kör között is van egy ilyen fajta excenter elmozdulás, ami 26 ezer év alatt egy teljes kört lett, és azt jelenti tulajdonképpen, hogy ez a két pont végigvándor az állatjogon, minden egyes csillagképen, és ha ezt a bolygóra vetítjük, akkor ez úgy néz ki, mint a bolygó csillagképen a vízszint már úgy fogok fölni, hogy egyenlítőd a víznek a szintje, az föllemozott. Ez a vízszint, ez most tulajdonképpen itt megy, de volt idő, amikor mellette teljesen. Tehát olyan volt kijön a vízből, elmerül a vízbe, és ezt a csillagászati jelenséget, a víz is már jelenti tulajdonképpen, ez a csillagászati jelenséget mesélik el az, amikor Orion át tud menni a tengere, és később egy másik keresztény történetben, Szent Kristófnak a történetében, aki Jézuson vállán, ugye átmegy a tengere, az már ugyanezt mesélik el. Tehát, nagyon gazdag, és kell mondani, hogy történetváltozatokkal elmondható valami, de egyszerűen csillagászati jelenséget illám, hogy a régi ember számára nagyon fontos volt, mert nem volt naptár, mert nem volt órája, mert nem volt televíziója, vagy rádiója, vagy látós műsorisága, hogy tudta volna, hogy hol tart az időben, nagy ember sem tudja, és akkor azt tudja, hogy mi van a szép. De a régi ember számára ez hirdetelvadás jelentett, hiszen a belejét pedig a mikrofonokat is mindenki elsősorban paraszt volt. Az egyik fogja árulója, hogy paraszti és pásztori jelöltéteket ford magánál, és az első fontos cselekedete minden esztendőben a föld föltörése volt. De majdnem minden kis uralkodónak, akár Indiánról beszélünk, akár Ázsiáról beszélünk, amiben az volt a feladata, hogy rituális módon az egész országot föl kell cselekedni, hogy ez arra mi a termelő, tehát azt a szimbolikus szántást hajtott végre. Na most ezek a gesztusok azt mutatják, hogy az uralkodónak olyan szerepője van, mint egy parasztnak. De a magyar népes a sorozatban én azért átlátom szűrben az uralkodókra, mert a szűr is tulajdonképpen egy olyan díszes kapát, hogy igazán egy királynálára ízik, és legközelebb állapodott az a palástokhoz, amelyet a királyok és a főpapok viselnek. A pásztor viselete a uralkodói viselet. De használták régen ezt a fogalmat is, hogy pásztor királyok. Tehát mindezt azért mondom, mert akkor lehet megérteni, hogy milyen messze kerültünk akkor a világtól, legalábbis mondjuk a városnak a rendben, akiket azért nem értenek egy időszót sem abban, amit mondok, mert nem látják egész a csillagos egy gyerekkorúkról fogva, nem érthető nekik maga a felveszítés. Megállt egy tudat, és elmondom, hogy egyszer 30 évvel ezelőtt vezettem egy táborban, egy csillag tanfolyamon, hogy az volt a lényeg, hogy a táborban fiataloknak nem napközben a tartalmat adásra kimentünk éjszaka. Tehát most van este 10 órakor, és majdnem 4-kor kimentünk a fetetejére, és magyaráztam nekik, hogy mit láthatunk, és a hiába mondtam nekik 10-kor, 4 órakor már nem értették, mert elmozdult az egész. Még mindig ott keresték, szóval ma is úgy hisz is, hogy látom Amerikában, sokan úgy gondolják, hogy a nap kerül a föld körül. Az emberek annyira megszakadtak a környezet élménytől, de látják, hát a világítás még eltakarja, és az életforma, hogy benne vagyunk, és ide a választettes számára azért volt ez ünnepi időszak, nem csak azért, mert imádtuk a kis idős megszületését, hanem azért is, mert vártuk a világosság visszatértét, és a meleg visszatértét, és a fordulat pont az maga karácsony, tehát az egykori fogának is a születésnapja. Ezt várjuk, ilyen nem depressziós vagyok, ilyen korán a felhelyben, ilyen korán sötétedik, és egy kicsit hosszabb vagyunk a napok, de ettől függetlenül gyakran az, hogy ilyenkor volt a legkevesebb dolga, és tele van kapnak bárkinek, és itt tudnak többet ünnepelni. És a nyáron van a munka tandája, és mi van a városlapunál, a városlapú nyáron dolgozik. Nekem az életek esetekben például a lányban véget érnek a telefon meghívások és a tennivaló, és szeptemberi végén vagyok. Szeptembertől viszont városon fele egyre több van. Most úgy van, hogy minden szükség, hogy most minden állóknak valamelyik tévében vagy rádióban
ez itt természetes. A mai város jelenleg ennyira nincs nyugalma, mert jelent a távlendet. Tehát annyira különbözünk már, hogy amiről én beszélek, ez nagyon messze esik akkor, amikor az emberek ismernek és átjönnek. A cél pedig ugye azért az, most visszatérek a eredeti történetben, hogy át tudjuk kelni száraz lábbal, mert ugye a jövőtől látunk megoldást, a jelen az sohasem tetszik, és ugye abban a ciklusban vagyunk, hogy olyan emelkedik ki a vízből, csillagászatból. Aztán ez több ezer év lesz, amit teljesen emelkedik, úgyhogy előre nem fogják megérni. Na most már mondálom, hogy a történelemről is kell egy bizonyos viszonylatban nem beszélünk, ugye a marxizmus után tudtam, hogy a mondai gondolkodás a hamis tudatnak a tipikus terméke, hamis történeti tudat. Ezt a fiatalok ezt nem tanulták, az idősebbek erre kell, hogy emlékeznek, hogy ha valaki nem úgy mondta, ahogy ezt elvárták tudni, akkor a hamis történelmi tudata van. Volt egyszer egy Titus Livius mondta, a Augustus császárnak a történetírója, időszámítása
palomoknak a tárgyakat. És ugye én itt nem tudja ebben a tárgyakat, hogy a budai, az pedig tulajdonképpen a tárgyakat. De hát értem, hogy lehet, ugye köcsönök, de a tárgyakat kitelepít, az alkalmat közepén, de veszem benne a könyvkiadót, és keserjen benne a Rajszi stúdiót, tehát azért nagyon két alkalmat is. Azt mondta nekem, hogy a Kusa Lajos, amikor egy előadást tartottam, és ott megnyertem, megnyertem azt a szót is, hogy Fridóra, akkor azt mondja, hogy hát ahhoz képest, hogy Fridórista vagy, egész szentes ember vagy. Azt mondja, de mi itt hulok vagyunk. Hát itt, ami erre neki, hát hogy igen, hogy nem. Hát mert, hogy a Szentacsek bácsi, illetve szemben, az mondsz egy pirmák, és akkor nem igazán van akkor a hulokhoz, mint esetleg nekem. De talán én nekem több is van, mert lehet, még Erdélyi is van, hogy maga. Na, ezek csak arra példák, érzékeltessem, hogy miért a rendeletesen fontos, hogy a történeti ismereteinkből ne számúzzunk a mondai és a mesei értelmeseket és mandátokat. Ugye a magyar mondavilágban az egyik inkább a mesélyegyelmének két ősanyag van. Az egyik a csodaszakosi nő, ez a mondák jelenítnek inkább, van a mesében ide viszonylag kevés példával jelenlően történetek, és a másik a Fehérjó. Fehérjónak egy nagyon ismert mondája van a mondavilágban, a mesében viszont egy még ismertebb van, a legtöbb ismert magyar mese változatban van a szereplő Fehérjó, mint a színvonalú, mese színvonalú szereplő a Fehérjó fia, hogy gyermek el, úgy ugyanaz a fejű nagy szülte napisten féleség, mint amit idén beszéltem. Csak én mondtam elejéig átkanyarodva, hogy a indoeurópai népeknél a fehér jó volt a legszentebb állat. Ugye a perzsák úgy indultak csatában, hogy a legszebb fehér jólat áldozták tudás előtt, és a finnugor népeknél is megvan. Sajátos jó mind a mai napig, és ott azért is jó. A finnugorok a sajátos népségeket fölnyomták a szlávok éjszakra. Mert most a finnugoroknak alakulik a top folyó környékéből, onnák éjszak, ők korábban jó tenyésztők voltak, és újabb a kénytelenek részalmas áldozni, mert a magasan álló tartással gondolkodnak, és a fehér részalmast választanak erre a célra. És hát volt egy ismert, mondjuk úgy, hogy indoeurópai legenda, amikor az iráni népek megindultak egy háborúba, akkor maguk előtt egy, vagy inkább, hát háborúban területkódikú hagyállatra, akkor maguk előtt egy fehér jólat hajtottak a korbácsra, és mert a ló vezette
ugyanúgy a később a szabja is, ami azt mutatja, hogy a nagyon görbítették meg az egyenes kalmat. Az alapodnék egyenes kalmat jöttek be Európába, magyarul az első nép, amely a szabját használ. És minden európai nép ezt a szót a szabját veszi át. Magyarban ennél értelme is van, ugye? De szabja lehet vele szabdalni. Ezt ugye az európaiak nem tudják már használni, de egyértelműen a lengyeltől az angolé bizony ezt a szót használják. Nos, a belegondolva az ember, hogy ez mennyire így van, vagy itt lehet, azt igazolják az úgynevezett angolói kultúrának a embertani tanulmányai, amelyek leginkább hasonló, és arrafele van, tehát a Kaszpi-tengertől keletre, hogy az a típus még mindig a leggyakrabbi a magyar kapcikus között is. Tehát a kokonyák alapján állapították meg, tehát embertanulnak az a területet, az úgy köthető. Az arab leírásokban, hogy a magyarok úgy jelennek meg, mint egy kereskedő nép, amelyik arról nevezetes, hogy sejjelben másokban öltözik ezüstelő gyöngyel kivart ruhákat hord, és ugye erről Béton Gábor egyébként filmünk is nagyon a következetésre jut, hogy a magyarok az arabban sejjelben nemként jöttek, kereskedtek, hogyha a képen jó magukban voltak, és alattak, hogyha rossz hangulatban voltak, hiszen meg sarszolták az arab nemű sejjel karavánokat, és a gazdaságuknak ez a két tevékenység volt a magyar. Tehát nem hívjuk azt, hogy a kereskedés, mint olyan, hogy a kereskedés foglalkozáson valamikor, ez a legfrancsiasabb, mert mondták, hogy együtték abban az időből, ugyanakkor ezen is foglalkozott. Az alapulásunk azt is följegyzik, hogy a szláv, vasárnyi ezt mondom itt, a szláv hadifoglókat kapszolgaként adták el a földközi, de meg a fekete tenger menti kikötő városokra, a görögöket és a más képeket. Tehát ez egy rávilágít arra, hogy a lókultusz mögött nekünk valami olyan gyakorlati dolog van, amire még nem fogjuk a sok figyelmet, mert azt mondták, azt tanították nekünk, hogy a szkintáktól vettük át, és utána ez nem teszett a magyarokat, pedig kitalálták, hogy a szkintákkal nincs semmi voltra fog, nem lehetett a nincsenek, mert indulok, vagy négy. Azonos kultúrái, a rokok kultúrái nép voltak, hiszen ha belegondolva, akkor a, mondjuk úgy, hogy a kínai nagy falkor, napföldi, egy kulturális lánc részei vagyunk mi is, és ezek között a elemek között évek között rettenesen sok a hasonlóság. Azért van ez, hogy mondjuk a csillagos ég voltak a bizonyos jelképben, mint a csodaszalmas. Ez a lapoknál megtalálható, ugyanúgy, ahogy a hadni masinnál, akkor a fog mentén érnek. Ugye korábban említettem ezt a bizonyos kapcsolódást a folyó és a tejű között. De sok népnél a mondavilágunkban a magyaroknál ez elveszett, de a mondavilágunkban jelen van, hogy az ő folyójuk az égi folyónak vagy a tükörképe, vagy pedig a folytatása. Ugye a népnél azt mondták, hogy a Ganges a tejútólerek, a tejút a Himalája csúcsán találkozik a Földdel, és onnan folyik alá. Tehát magyarán a földi Ganges az égi Ganges folytatása. A népnél azt mondták, hogy egyik a Obról, ezt mondták a Hobi ukorok, és még arra is figyelnek a Hobi ukorok, és mint már a közöttük értés van meg, és nekem gyerekkorában lenne a magam, tehát vannak még ilyen élményeim is. És ő azt mesélte, meg azt tapasztalta, hogy tanulta meg a Hobi ukorok körében, hogy a településeiket úgy helyezték el, hogy a tejút legfényesebb sivatagainak feleljenek meg. Tehát még ebben is volt egyfajta kapcsolódás én is költözött. És a viszonylag új kutatás, ezek erre rátalálnak a területen is, azt mondja, hogy úgy viszonylag egymáshoz a tejút és az Orion három csillaga, ahogy a Nílus és a három nagy piramis. Tehát, hogyha megnézik a térképen, én felülről nézve a három piramis helyét a Níluson képest, az úgy tükrözi az égbolton látható viszonylag. Ez azt mutatja, hogy valami olyan hihetetlen erős kötődés volt a régi emberben az égbolthoz, amit a mai ember fölsebbi fogok. Van egy kolumbiai indián törzs, ők az egyenlítő nemként élnek, a Desanák. A Desanáknak három falja van, és ez a három falja, a három faluk, ez az Orion három csillagát. Egyébként ugyanezett egyenlítői csillagászat.
korábbi részén, magyarán nem látják a horizontot, nem tudják a napkelés és a nap nyugvásnak az időpontjait igazítani, hanem ők csak azt tudják nézni, ami a fejük fölött, a fák között látható. Ugye tisztásokat írt a napot, én vidik fel a kormányokat, tehát az égek a tetejét látják. Most a kormányok egyenlőbb is van a két, mint mondtam, de azt jelenti, hogy minden éjszaka átmen a fejük fölött. És ugye óriási embert formáz, a beszadnak számára az Orion ősapa, a napistennek egy csillagképi változata, a csillagképi formája, az a megváltó Héros, aki meghalt, ilyen tükös földjállatot, tehát egy életes módon nem keresztény. Thank you.
amit egy kollégám keresett férfi részét, nem kellett neki, és oda érkezett egy kerítéssel, ahol görög, a simó pusztaságból görögkel egymás mellett. Ilyen kis kívánt görögkel, ahol kellett diszkutálni. És akkor bemelt, és az egyik gödör fölé ugrott, akkor bejött, üvöltve egy ilyen török, és üvöltött a női víc. Látszólag, nem racionális formában nem az. És nem
még a szimbólumokban magától értetően hadsikon. És úgy fog rajzolni klímaírásnak. Csak azért, hogy megvilágítsa a mondókának a jelentőségét, azért is, ugyanis mert a klímaírásnak, hogy ennyi évezet után meg tudják tartani a saját kultúrájukat, az annak köszönheti, hogy olyan írások van, aki képes beszélni. Tehát két gyereket használnak, és nem betűnik. De európai felfogás szerint a kívánok akkor ezt a modellet már áttérnek az európai írással. De áttérnek az európai írással, de a latinus írással, el fogják beszélni a múltjukat. A múltjuk benne van az írásban. Ez az egyszerű írás jel a gyű. A gyű, ami jelvet jelent, vagyis hát azt a lábakövet, féllábakövet, ami a klímai mitológiában és hagyományban nagyon fontos, a régi csillagászati műszereket játékból tartották, és úgy mondták, hogy az égről, égből került a földre. Ha ehhez az írás jelhez, ide rakunk egy ilyen jelben, aztán az inkább ide. Ide rakunk egy kicsit feszültség, akkor hirtelen az azt mondja, hogy van, és azt jelenti, hogy király. Na most már az azt hogy a gyű és a van különbözik, de a két irányság hasonlít egymáshoz. Na most ezt beadjuk egy keretbe, akkor megváltozik megint a jelentése, az a neve, hogy tuó, és azt jelenti, hogy az ország. Kínának a középső ország a neve, és emlékeztek talán ennek róla a Manchukuo, amikor a Manchukuo elállásították magukat japán elvonással. Itt van három olyan szó, aminek nincs egymáshoz között, amit elmondom. Tehát ha egy európai átirányban jó lett, akkor már nem hasonlítanak egymásra, de ha az írásjeleket nézi a kínai, akkor látja az összefüggést. És akkor van még egy olyan változat, hogyha ennek a tetejére ráteszek egy ilyen jelet, ami a nap jelet, akkor ennek az a jelet, hogy a huán, kicsit emlékeztet a hangra, mert a huán az azt jelenti, hogy a császár. És hogy függ össze az összes? A csinusi huán tény, vagyis a sárga császár, aki megalkotott a kínai birodalmat, a történelmi kultúra volt, ő volt az, akinek azt mondják, hogy ő hozta az égből a járvét. Tehát van egy mitológiai összefüggés, aminek történelmi összefüggése is van, nyelvi összefüggése is van, írásjelben összefüggése is van. Csak kínai minden írásjelen ilyen, mert egy egész kultúra szerves esélyek alatt. Valamilyen furcsa módon a magyarban is minden nyelvben is találunk olyan szópárokat, most nem fog tudni valószínűleg ilyet improvizálni, ahol a szó alatt különbözik egymástól, de mégis van valami közös összefüggés, vagy összetartozás jelz. Ez elveszett attól, hogy mind latin betűvel írjuk. Igaz, hogy mondjuk a rovás írás, az is tulajdonképpen egy úgymond betűvírás, tehát annál régebb időben származik, időből származik mindenféle ilyen belső összefüggés. És ugye a kínai valami magyarok alig találtak a kapcsolatot, nagyon messze van, azt mondtam az imént is, hogy a kínai nagyfalkon nyugatnak. De abban az időben kereshetünk meg a rokonsága kínaiakkal, amikor a két írásnak még egy kezdeteges fokán föl lehet ismerni az írásra mögötti tartalmat is. Abban az időben mondjuk, nem is értik a magyarság esetében, ez milyen periódus jó, ebben nincsenek emlékeim, de abban az időben mondjuk úgy, hogy Eurázsia szerte is Amerikában is, nagyjából ugyanazok meg a gondolkodás uralkodik. Tehát tényleg létezik az egyenlőség útjában egy fajta olyan a bármely jelző a megelőző állapot, amikor a kultúra viszonylag egységes. Ez azt sejteti az emberrel, hogy bennünk imprint-szerűen, genetikusan belénk van kódolva minden tudás. Ez már hallásra igényítem, mint a technikusok napi mondta. Vagyis minden felfedezés, amit az ember tesz, amit csak rá is
illetve tanításnak visszakott érni az értelme, csak a tudományos minden ehhez felett. Tehát, hát ez számít. Ugye a különböző dolgot fűznek hozzá. Azt mondják, hét őrű, a hét elvétel a Bibliában olvasok, hogy ugye Szent Pál szerint van a három elég, a hitelnek szeretet, ezek közül az egyik a Fidesz, hogy valaki jól van őrülőnek, és a másik két elének nincs párta, mert az tesz, és a Caritasra van. Mondom, mert az nem véletlen, hogy egy pár kérdezte egyetemet, az nem véletlen. Csak hát a kérdezetemben intelligensen a többi pártnál az, hogy egy olyan nevet lesz, ami néhány embernek még gondol. Hűség. Ez hit. De a hűség az átkezel, az nem is tudják, hogy találni, mert a hűségnek és a hitnek közös a gyökere. És ez nem véletlen, de mert a hit alatt valaki mellett, az azt jelenti, hogy hiszek ennek. És ugyanakkor volt négy klasszikus erény, ezt látom, hogy lettenek az államalkotói erények, ami a bölcsesség, a mértékletesség, az erő és a igazságosság. Ez a négy erény, amit én még a hitlenén szeretettem is fontosan mondani, az állam öntartásával, a hithez, reményhez, szeretethez kevesebb feladat kapcsolható, mint a másik négyhez. Látom, hogy ezeket nem is említik, a keresztények átveszik ezt a négy elejét, és itt ezt a hét elejét, és ennek a beleltéte lesz a hét főbű. Tehát úgy gondolják, hogy ezek ki nem. De hát van a hét-hét napja. Mi van a hét-hét napja mögött? Hét égi test, ami szabad szemben látható, hét planéta. A babiloniak találják ki, a szisztémának megfelelően, ami úgy nézett, hogy a napnak kettő sugárja mellé, oda rendelnek egy-egy égi testet, és akkor a kettős urányból 12, a 12 a héten úgy ütközik, hogy mindig eltolódik a szám, összeszámolás, ami a hétfőn a felső óra, az kell a felső óra lenni, és ezért lesz az, hogy a hétfőnek a hold, a kednek, a mars, a szentállamnak a Merkur, a csütörtöknek a Jupiter, a pénteknek a Vénusz, a szombatnak a Szaturnusz, és a vasárnapnak a nap lesz a bolygója, és akkor az érdekes életleszerűség, hogy az ég egyik napján állatlan napjai mindig úgynevezett belső planéták, a Földön belüli planéták játszanak szerepet, és a város napjai pedig a Földön kívüli, tehát a napon álló belső planéták. Most ez a hét planéta, ugye a magyar nyelven nem nagyon őrződik ez meg, viszont a európai nyelvek többségében még megtalálható, ugye Saturday, Saturnus napja a angolban, Sunday, a zondák, illetve és ugye az úrnapja a magyarban, ami rögtön fölkelt az érdeklődésre, vajon akkor a Jézus Krisztus úr olyan nem esetleg a nap egyik megtestesedése lenne? Hát az evangélium tele van a megtalással, hogy igen, bizony, tudják. Mert az evangélium is úgy beszélnek róla, de hát ez ugye a hatalmasággal tartozik, és régen megérhetik azt a keresztényt, aki utolérnek, ahogy a támogatás, vagy sarasztalak rám, amelyet egy gyereket. Tehát a nap könyvében a tanultológiáját és a többi könyvben tőle lehet olvasni, hogy csak ilyen példaszerűen mondtam. De ez egy kicsit a dolognak, mert a magyar azt mondja, hogy hét ágyasít a nap. Hát ha ezt mondja, akkor nem csak a bolygóra gondol, hanem térre gondol. Ugye mi azt hiszünk, hogy összesen négy évtáj van, kellett a tél és éjszak, tehát ez tévedés is, de mert mi állnak is, mert a világ sok részén az ember, föntet, vagyis az elitet, a lentet, a napét és a közepet. És ez a gyökérhetet. Az indiánok például, az indiánok, akiknek a kultúrája közelebb áll a magyarokéhoz, mint a milyen az osztrákhoz. Hát persze a kovájnak bejövő magyarokat tessék gondolni, de ha kérdeket szükségű magyarokból, de a nagyon bőség rétege a magyar jelképrendszernek, az nagyon sok közösebb mutat a új világbelivel, hiszen az indiánok Ázsiában keltek át, és Ázsiában a kínaiak is ismerik ezt a hetes rendszert, tehát ők négy évtáj, közép és fölött is lent, ugye az ő esetükben nagyobb hangsúlyt kap ezen belül az öt, tehát vagyis a fentet és a lentet nem számítják, ami a fent, tehát az ő, ahol van négy érzékszer és négy évszak, a kínaiak még megkülönbözhetik az ötödik érzékszeret és az ötödik évszak,
akkor 365 napos évből 5 nap. Tehát ez majdnem minden lépni szintén felelhető. Tehát van ez a bizonyos hétágos nap, és mit találunk ugye a Bibliában, az, hogy Sámson, akinek a neve azt jelenti, hogy nap, hogy ő hét ágra fogja a haját. Tehát hét ágra süt, nem kibontva. És mit csinál a fiúgor napisten, világi nyelvű férfi, tavasszal kibontja a hét ágra befogt haját. Vagyis azóta a meleg, a tavasszal, akkor kibontja a haját. És milyen a haja aranyhajú? És mi az aranyhajú? Hát a magyar esemény is. Aranyhajú kertész bajtár, aki egy aranytányi szélén táncoltatja a lovát. Melyik ez az aranytányi? Az a köré, ami a napán. Hát aztán szóra körül 365 napon kezd. Ezek borzasztó izgalmas módon kapcsolódnak össze. A Heraklész, aki napjérosz, egyfajta kettesesedés a napnak, amikor meghal és fölnek is jelenlődő a nap Isten az, amelyik meghal és fölzállal. Jézus Krisztus. Meghal és fölzállal azért van ez, mert az az építés, hogy nem jön látogatták alá, és van egy időszak, amikor többet van távol, mint szeretnénk, időszakon pedig el is tűnik hosszú időnek, vagyis hát mellette föl se kell, ezért úgy fogták föl, hogy a nap télen meghal, és aztán télen születik újjá, ez a karácsony. Jézus Krisztus születésnapja, gyerekek, mintász Isten születése, föltámadása volt. Most kér a kézoltódát meghal, és fölmegy a mennyekre, akkor azt kéri Zeus atyától, hogy ő is kapott egy széket. 12 szék van a hétben, 12 Istennek, 12 Olimpos Istennek, és az a 12 Olimpos Isten a 12 hónapnak a képviselője. Választó. És a lényeg az, hogy azt mondja, hogy Zeus csak 12 szék van. A te dolgod az, hogy mész egyik a másikig. És mindegyikkel szót találsz, de nekem nincs ütőre. Tehát a nap dolga az, hogy álljon körülöttünk, menjen körbe, soha nem talál minden Isten. Még akkor is, amikor a meghalt, és soha nem talál minden. Szóval a különböző népeknél ezek a történetek egészen másféleképpen jelennek. És akkor néha rendesenek, ugye lehet rendetek tényleg egyéb adalálatot találni, mert egy idő után az emberek a heteshez kapcsolnak mindenféle plusz értelmet, hogy igazán, hogy néha, ha nem hetes, akkor nem is izgatja a hat, akkor biztos nem is. De a hét a nap szent számára miért is, mert mi volt el. Most persze azt mondják, mondani, hogy embereket beszélt a magyarokról, de azt akarom vele érzékeltetni, hogy mennyire benne vagyunk a világ kultúrájában. Tehát mi nem alul lógunk ki, meg oldalon lógunk ki, hanem nálunk is megtalálható mindazonatási népeket megtalálható. Azt mondom, hogy a nap az egy körökítés, meglátszik, ez a jelen kiábrázolja az asztrológia és a csillagászat. Kör, hanem közepén van egy pont. Ez körfokra több is tudtunk, mert ugye a magyar mesékben is, mert a népagyományban is van egy olyan fordulat, hogy a nap közepén van egy lúg, és ahol látnál Isten. És ugye a lelkek, amikor meghalnak, akkor fölmennek először a holdba, a fejük mentén, meg kell várni, míg a holdra jön a tejük, akkor rá lehet lépni, akkor ott addig várnak, hogy a tejük ha ér a nap, akkor följönnek a napra, és a nappal lévő lúgon keresztül följönnek a tejútra, és amint mennek, amik mindig jön egy újabb építést, és akkor így ugrálva szépen följönnek az égbolt tetejére, és a Magyarországra. Körtáját írja látszóra, ugye, és ebből az ember arra következtet, hogy a régi ember mindenben a geometriai tudni valóját, az tulajdonképpen az égből megy. Tessék arra gondolni, hogy a pontból, exakt, elvont szimbólumot, honnan a feléből találnak ki. Hát, ha lenéz a földre, borra a bőven, a pontszerű dalasztik van, akkor nem tudok egy pontot kiterpődíteni, a légy viszont is egyszerűen többet magára jelentkezik, az hogy már nem pontszerű, hanem ugye legalább egy milliméter átmérőjű, a nagyon belül tényi meg még nagyon, és akkor már nagyon nagy. A csinálók pontszerűek. Azon kívül ugye a vonalat, hogy fedezik fel az ember, úgy, hogy amikor hullócsillagot látnál, egy vonalat az égen. Vannak olyan csillagok,
mintaképek, amelyek sugallják, hogy összekössük őket, és keletkeznek geometriai fogalmak, de részük is. Hát több olyan részük látható az én voltam, amely kifejezetten a régi csillagászokban szeretett kapott. A Pegasus részük, a sumérok, tehát például egy bizonyos egységnek a kifejezése volt, föld mérő egységnek, a hektárnak, vagy hasonlóan. És hát itt a van. Hát ugye a körszállításhoz kellett egy szám, amire rájöttek, az a kör kerületének és a kör átmérőjének a hármasa, amit ugye én kívülünk, hogy pi, és 3,14-nek írunk le, amely egy számot nem is lehetünk az egyébként. Ez nem volt egy tizedes kör. De azt mondták, mert szerintem dolgoztak, hogy egy olyan kör lesznek alapul, aminek 22 a kerülete, és 7 a átmérője, akkor megkapják a pi-t. Tehát ez a számon dolgoztak, 22-ben 7, tehát minden a 7-es szent szám. De 22 is szent szám lett. Mert például a nagy napciklusnak a terjedelme 22 esztendő, 11 évig nő, 11 évig csökken a napnak a tevékenysége, és hát ez egy nagyon fontos dolgot a lépő ember számára, mert ez igazik a karkadossági munkáit, azt jelentett, hogy nem is, hogy 7-12 vagy 21 éven keresztül nedvesedik az idő is nedves, és az idővel kezdődik szárazsággal. Tehát át kell állni, mondjuk a listernelésba a gyakorlatemelés, de különben többen. Az, aki ezeket nem tette figyelembe, többen is nem. Tehát most a civilizáció amiatt, hogy át van megváltozott az időjárás, a magyar például, a csillagászatban nagyon jó voltak. És akár viszont, akár nem, ugye olyan dolgok, mint a focimeccs, ugye a kultuszból alakult ki, maga a labda volt a két csapat, amelyik játszott egymással, 11 és 11 fő alá. És ezt nem csak a focira lehet elmondani, hanem az összes labdajátékra lehet mondani, ez minden a kultuszban gyökerezik. Tehát így a 22 és a 7-es kérdezik, 22, de mindig a lába hél a rádicén, amelyeknek lány formájuk van, tehát amikor esettel vastag, illetve vágottunk volna a vigyák őket, akkor úgy néznek ki, mint a lányok, és azt is mondják a tudók, hogy a lány betűk, hiszen Isten a kőtámlámban a saját tűzével írta be ezeket a betűket, amikor a amelyikkel megcsinálták a 10 parancsolat filmet, akkor ebben mindig is jelenítek, hogy villámi a kőtámlámban a parancsolatokat. A zsinók 22 betűt használnak. Erről a 22 betűről mondják a lányban lévő dolgok, hogy a napnak 22 sugara van, és ezen a sugárban érkezett a tudás az emberiséghez. Nekem van egy olyan mexikói tükröm, ami napot ábrázol, 11 sugara van, ugye nagyon nehéz 11 sugárat tervezni, mert nem legyünk önnek felvezésre a sugarat, hanem mi kell számítani a 11-et, és van egy olyan Magyarországon létező római dolgornyű, amelyiknek ami egy kocsitállátó, egy római kocsi, és a két kerek, amit látszik oda, hogy 11-11 külül rendelkezik. 11 ütemű kerékben statút, nem állnak egymással szemben a külők, ugyanakkor minden szimbolikus szekéről lehet szó. Tehát ez valamilyen módon a világ tele van vele, és tudunk olyan magyar népművészeti ábrázolásokat, van fölgyéből hozzák, ahol találunk benne erre példákat, hogy a magyarokban is ez a bizonyos 11-22-es számára meg kell jelenni. Tehát ha a ember elkezdi egyébként a dolgot kicsit babonásokban nézni, akkor meg kedvelő dolgokra tudunk. Én minden reggel kikacsolok egy darabosat, amit a babonás. Megszámolom hány cikkelje van. Áprilisban 11. Ezt esélyt ma 10, ritkában 9, 4 ritkában 8, ritkában 12, és átlagosan 11. Na, de a ravasság az, hogy a 10 is szent számunk, ugye meg 10 milliók van, és hát a sőket van még oda számít, hogy valamit akkor 11, de ezt találjuk. Valaki nem olyan gyorsan fogadott, hogy a és akkor azt mondta, hogy a 22-t hozzadám lesz a számon, de a 21-nél összegyűjt. Tehát erről jut eszembe, hogy a 21-es kártyáját. Ugye 21 a győztes számra, valami két ászló, de az 22-ban
két olyan lapja van, hanem ütőképes a tartalmat. Ütőképes az 1-esről a 21-ig plusz a 10, ami mindent visz. Tehát nagyon sok ilyen belebotlanak ebben a bizonyos 22-es számba, legkülönbözőbb helyen munkat elő, és hogyha belemélyednek, hát én egy ilyen vastag könyvet írtam össze erre a dologra, hogy kiderül, hogy minden mögött a nap van. És hát ebben a viszámunkra az a lényeges, hogy a megvagy éppenségben a hős az, aki magát adja a személyeségünket. Az ő útját követjük nyomon, és az ő útja a minta. Ugye a veselős kutájuk után kisfiú. És a indiánoknak volt egy, a poli indiánoknak volt egy mondása, hogy az igaz ember a nap útját járja. És akkor ehhez van egy rögtön kapcsolni, mindenhez el tudja dolgokat kapcsolni, a nap az egyetlen igazságot látja. Ugye a régen a gyerekeknél azt mondták, hogy Isten szemben mindent lát, felhozott a lényát. De az vicc az, hogy ha elolvassák az Ószövetséget pontosan, akkor azt fogják tapasztalni, hogy az Úristen nap kerülték, hogy nap utáig lát mindent. Amikor elég a nap nem látni, nem látni, ő az. Tehát ővel azonosították, hogy ennek napunk az, aki mindent lát. És a magyar mesékig is kötetik még, sőt, amit a mondani sárgók ugyanazt mondják, hát egyik legalábbis a halat közül számára belállítva magát, azt mondja, a nap az Isten szentsége. Tehát a napok azonosítják az Istennel. Egy borzasztó izgalmas. És akkor megkérdeztetik a nők, és akkor mi hol van a történetben? Hát ez népbe válogatja, ugye úgy tűnik, hogy a magyar ember számára a nap az innen. Ugye a gyerekek nagyon erős látszik, hogy mennyire értik a mitológiát, vagyok, hogy mondanám nekik, nem a tanítónéniktől örökítnek, hogy amikor a napot rajzolnak, akkor ezt csinálják. Vagyis azon van, amikor polarizálnak. De magától értetődőből, hogy a napban embert látnak. Persze ez onnan is jöhet, hogy a holban is van valami ilyen ember arcszerű, csak ez egy kicsit ilyen ember, kicsit szomorkás. Fontos dolog, mert ugye van egy ilyen ember. És persze jobban kulatlátunk a napban, ezt a magyar valamiért nem látja, pedig ugye a húsvéti tojás és a gyúr kapcsolatot a vezetető vissza, a húsvétkor a kicsit már tojásszerű a hold, húsvétkéjétől, mert a naptári számítás szerint elindulok utáni első vasárnapról az szokva, egy kicsit már megy össze, és hát ott van benne a gyúr, amint a, még a kevekén a pompon is látszik, amint a kezdetekérjük itt a szemeket, csak ez nem látszik, ami a két fülat nagyon jól látszik, a pompon felekét, tehát van benne egy nyúl, ezért szokták összekapcsolni a holnap. De most visszatérve ebben, hogy az a gyakori, hogy az európai, magyar és magyar általánosok a férfinát mutatják. Tehát ismerjük ilyen nagyon ilyen rőkoszorok, amik ilyen szakállas lábállások. Viszont ha innen földbe mennek, akkor legyőbb megnevetésükre kiderül, hogy dizone. Vagyis, hogy ott a napnő nemű, vagy a baltikumban, ahol a Zable a neve, és az is nő, napistennek a Zable, ami azért érdekes, mert a Zable az közvetlenül a latin szóból jön, a szó pedig a latinban szintén innen. Hát egyébként ezért lehetséges az, hogy Jézus Krisztus ide, amikor a Rómában átkerült a kereszténységben, összeletet kell mondani a római napistennek. És hát mind azt a is, hogy ugye még a Berzsala Istennek, és mindjárt vissza is hallgatunk oda, hogy meg is kell hason fejezni a magukára. Tehát ha megnézik a magyar mesék, abban különböznek a német meséktől, hogy magyar mesékben általában azt látjuk, hogy az elkülünk a királylány, ellopják, elrabolják, elmúlt a hős, elmegy a történet végéig, ahol vége megtalálja. Menet közben csak éve hóba hallunk a királyából, és a mese végén egymásig lesz. Németesében fordulva van, a mese hősnővel vagyunk együtt végig, és a legvégén nyitva fel a hasi. Amit mondja, hogy fejlőkkel, sikerolzsikkal, hangpipőkkel jön megszabadítani abban a bajban. Tehát a két történet tükör elbeszélés, pedig a németben a nőnál a történet középpontjában azért, mert bizony. Tehát ott a napisten nő volt az eredeti útra, addig a férfi változatban és a magyar mesében fordítva van. Tehát ezért van az, hogy külön a tegnapenkel megváltottak, hogy a tegnapenkel nem figyelme, eléggé a szerepére, nekünk sajnos van.
világunkban. Mennyire erősen élnénk bizonyos terzőnök él, ez nem csak Szent István, Szent Lászlónak köszönhető, hanem másnak is. Ugye az a gondolat, hogy látom, hogy irányom megy, meglátogat a Máriát, és megtalálom Istenet, ez Perzsa eredetű. Több alatt egy szír keresztény diak, ami világosan elmondta a visszaisában, a történet úgy néz ki, ez a bizonyos, hogy meg is elmondott az a szöveg, a Kincses Barna címmel, de meg egy sorban van, egy régi mítoszokkal foglalkozott, hogy három király, a király szerepel, és fontos, hogy ennek a Bibliában a lakeletből sem vannak, és minden egy királyokról beszélünk mindig. Tehát három király elindul, hogy megtalálja a újjászületett Istenet. Mitrász kell megtalálnia, és a csillag mutatja a mutat. A szóvalforgó csillag, ez az imént beszélünk már, a szóvalforgó csillag az, ahol megfogad a csillagban, fogad meg az Úristen, majd leszáll a földre, és a teste tölt egy barlangba. Egy barlangba. És három király elindult a csillag felé. Bármilyen tiszta éjszaka, vagy este fölének az égbolt, ezt fogják látni. Egy körülbelül paraszt kinyújtják, hogy kezdjük el, hogy egy nagy arasztal van, a három korion csillagtól egy kicsit délnyugati irányban a Szíriusz csillag, ami karácsony éjszakáján hagyom a tejúton, a legfényesebb csillag, és amíg a karácsonyok a tetején is ott van, ez a rendelmény csillag, nem mindenek el más. Ez nem változik. Mindenféle csillagászatok magyarázat, hogy a Jupiter meg a Szaturnusz szerint állása, ne se veszik élel, mert az nincs mindig. És minden téten van karácsony. És ezt a magyarok nagyon jól tudják, mert benne van még mindig a rendszerben, mert ezt a nevet rájuk, kívánok a csillag már kevesen használják. Tehát ez a fontos üzenet a dolga, és erről a Szíriuszról pedig még Szent Jeromos hívta, úgy is hívtam, hogy Stella Maris a tenger csillaga, és a Maris az nem csak tengerek érthető, de Mária nevéből is kiolvasható hasonló jelentő, és az valamikor Vénusznak volt a csillagmása, és hát rendelően egy Mária szimbólum, és ami olyan gépeknél, amelyek közé egy kicsit a régi hagyományokat, mint a magyar nem szóval is fejten, de legalább irányban a mességet, ott ez a mondták, amit megtalálható. Hát ez valahogy így néz ki. De ennyi bonyolultam, hogy is elfogadom a mondani, remélem, hogy ez nem van. Köszönöm. Remélem.